Nevem Pavlovics Károly, lassan 20 éve vagyok a szakmában, illetve mondhatnám, hogy egész életemben, mivel édesanyám is szakács, és így már korán megfertőzött a konyha légköre, és nem is volt kérdés, hogy ezt a szakmát választom. A Klapka étteremben dolgozok kb. Egy éve. A étterem Komárom történelmi szívében helyezkedik el, mivel Komárom nagyon jó helyen fekszik, így minden régióba tudunk meríteni, picit felújítani, és újra új köntösbe tálalni ételeinket. Az étlapunkkal megpróbálunk mindig valami újat hozni, és hogy minél nagyobb skálát tudjunk megszólítani a vendégkörből. És amit még kívánnék, hogy a korral haladva sous-vide technológiával készítsük el ételeinket. Majd hagyományos serpenyőbe fejezzük be, így ötvözzük a újat és a régit. A versenyre szarvasgerincet készítek, fűszerkérekben konfitált zöldségekkel, burgonyapürével és szarvaszsű mártással. Ezt a ételt pont azért választottam, hogy a régit és a újat összehozzam, és egy kis csavart is tettem bele, mivel a zöldségeket készítem konfitálva, és a húst készítem szovidálva, így a vízben lesz a hús, és nem a zöldségek, és nem a hús lesz a zsírban kisütve, hanem a zöldségek. A versenytől azt mondom, szeretnék egy kis figyelmet Komáromnak, és hogy a Klapka étterem felkerüljön Szlovákia gasztronómiai térképére. Én a zsűritől szerintem azt várom, hogy ilyen visszaigazolás, hogy a szakmámat jól csinálom. Inkább ezt szeretném, egy visszajelzés, hogy tényleg ott vagyok, hogy jól csinálom, helyesen. Természetesen rivalitás van, mivel mindenki szeret nyerni, első lenni, vagy jobb lenni a másiknál, és azt is meg szeretném nézni a többi étteremben, hogy dolgoznak, milyen ételt tesznek a tárnyára, esetleg jobbat, elesni egy pár trükköt. Egy szakács örökké tanul. Ahogy belépett első perctől és 80 éves koráig, hogyha kibírja, akkor örökké tanul egy szakács. Nincs olyan, hogy két szakács, soha nem is volt és nem is lesz. Aki ezt mondja, azt szerintem hazudik. A legfontosabb a csapatmunka. Hogy a csapat úgy dolgozzon, mint egy svájci óra, mindenki tudja, hogy mit kell csinálnia, mikor kell odaérkezni a tárnyáról és rátenni. És hogy az tökéletes legyen. Ne legyen tukfőzve, ne legyen alófőzve, ne legyen sűrű, ne legyen ritka. És ez a pont mutasson a tárnyára úgy, hogy kell. Nagyon jó. Picit, ahogy körbenéztem, a színvonal elég erős, szóval jobb a tavainál. És várakozok, hogy fogunk helytállni ilyen erős mezőnybe is. A konfitáló zöldségeket, ez már megy a sütőbe. Klasszikus krumplipüré lesz egy kis, megbolondítva egy kis szarvasgombával, és szarvas hátszín lesz fűszeres kérekbe, és a szarvas zsű. Más szakácsköröt szerintem nagyon jó főzni, mert látom és tanulok is, és főleg, hogyha volt kollégákról van szó, akkor még könnyebb. Jelenti maga a versenytől az, hogy a visszajelzést kapjak, hogy a munkámat jól csinálom. Eddig minden jó, már csak a találás vár ránk, és remélem, hogy tökéletes lesz minden. Kezdődik az a drukk, hogy mit szól hozzá a zsűri, a legfontosabb része egész főzésnek. Elképzelés, tisztes helytállás szerintem. Minden sikerül úgy, hogy mi elterveztük. Za mňa veľmi pekný tanier, čo sa týka vzhľadu a estetiky. Zeleninka tiež super, že použitá teraz sezónna záležitosť, čo sa týka tej repy, tej mrkvy aj cibulky. Krusta tiež ma úplne že neoslovila k tomuto, keby to bolo asi bez tej krusty by to bolo, by som povedal, že zretelnejšie tie chute, trošku to tam zanecháva taký slankastý povrch. A omáčku ja by som trošku išiel do sladšej formy, že by som ju sladšil, lebo úplne mi to tam lepšie vyzerá ten tanier a chutí, tak to poviem. Za mňa meso trošku tuhé, alebo teda neviem, či malo byť mediové, alebo jaké, ale je trošku za mňa viac prepečené. V tom píre tú hluzovku neviem vôbec cítiť, neviem, či to bol olej, alebo strúhaná, alebo neviem. Zeleninka fajn, je celkom príjemne dochutená. A jediné, čo musím ešte vytknúť, je tá chrústa. Je strašne slaná. Za mňa. A húš az
lehet, hogy egy kicsit sokáig volt benne, célszerűbb a vadakat egyébként a szarvasgerincet nem szúvidolni, hanem inkább maghőre készíteni, beszúrni egy kérgezés után egy maghőmérőt, és akkor egy 70 fokos, vagy egy 90 fokos hódomat, vagy 90 fokos sütőbe készíteni inkább, mert a vad esetében a szúvid nem biztos, hogy a legjobb megoldás. A burgonya püré az finom szarvasgombás, viszont a tálási hőfok az nagyon hideg, nekem nagyon hideg volt, tehát nagyon szép tálás, nagyon szép mártás, szép fényes mártás, egy szép tányér volt. Köszönjük szépen! Érdekes volt, sok tapasztalatot szereztem, tanultam is belőle, kritikát jól fogadom, építő jellegű volt, és tetszett is, amit mondtak, minden helyen való volt, és megpróbálok ebből építkezni, és legközelebb jobb lenni. Picit megünnepeljük, hogy eljutottunk, befejeztük, és a új ételeket ebben a formában szeretném a étlapon tovább vinni a étterembe.